Itt vagyok egy csodálatos tetőteraszon a város fölött. Ez egy frissen felújított luxus szálloda tetőterasza, ami nem csak azért gyönyörű, mert ekkora, hanem azért is, mert vízköpők, majolikák és eredeti zsolnai cserepek között lehet itt sétálgatni. Ezen a házon van ugyanis Európa legnagyobb összefüggő zsolnai homlokzata, és nagyon sokan dolgoztak azon, hogy ezek a cserepek, vagy éppen ezek a Duna motívumok itt eredeti fényükben pompázhassanak. Mondjuk úgy tudnám érzékeltetni, hogy ha egy ember restaurálta volna a zsolnai kerámiákat, akkor 10 éven keresztül nem eszik, nem iszik és nem alszik, csak ezzel foglalkozik. Úgyhogy felmerül a kérdés, hogy mit tudott a zsolnai a saját korában, és mit tud ma, hogy egy luxus szállodának is minden pénzt megér. Mindenki hallott már a zsolnai porcelánról, de aki igazán értékelni is tudja, az minden bizonnyal Magyarország egyik legnagyobb gyűjtője. Őtörő István, aki több 100 milliót költött már a gyűjteményére. Legalább 300 szecessziós zsolnai tulajdonosa. Ha valaki, akkor ő tudja, hogy mi az a teljesítmény, ami miatt a zsolnai a világ élvonalába küzdötte magát. A termékek eredetisége, az eozin, amit a zsolnai gyárban fejlesztettek ki, vagy az üzleti stratégia, esetleg pusztán a marketing? Mit szólsz ahhoz, ha valaki azt mondja, hogy igazából ez csak marketing, vagy hogy igazából csak lufi? Hát ez egy hülyesség. Hát ne viccelj. Erre azt tudom neked mondani, hogy 1900 Párizs nagydíj, 1902 Torino nagydíj, Saint Louis nagydíj, 1906 Milánó nagydíj, tehát azon a 6-8 világkiállításon, ahol a zsolnai ebben az időszakban részt vett, minden esetben a legjobb kerámia üzemként lett megkoronázva. A zsolnai gyár a fénykorában, ez nagyjából a millenniumtól az első világháborúig tartott, Európa piacvezető cége volt. István már a sikereket sorolja, de a zsolnai gyár története nem indult ilyen zökkenőmentesen. Egészen 1853-ig kell visszamennünk, ekkor vásárolt Zsolnai Ignác számára egy kőedény gyárat édesapja. Ignác viszont nyughatatlan természet volt, és nem érdekelte az üzlet. Így a gyár 10 év alatt a csőd szélére került. Ekkor öccse, Vilmos vette át az irányítást. Innentől óriási fejlődés kezdődött. Az 1870 és 1910 közötti 40 évet pedig egyenesen a zsolnai aranykorának nevezik. Bár sejthető, hogy nem az internetről vásárolnak a gyűjtők, azért én kíváncsi voltam, hogy István mit szól azokhoz a darabokhoz, amelyeket a kutakodásom során én magam találtam. Valami jó zsolnait adsz el nekem? Nem én. Amiről én nem tudom. Nem én adom el neked, de kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá, hogy itt vagyunk az eBay-en. Igen. És itt van egy csomó zsolnai, amit meg lehet venni. Hát, kinéztem neked egyet. A tetejére. Ez nézd, ez tulipános, ez sokat ér. Jaj. 2400 zsolnai na, van hát az eBay. Na az nem? Hát, neked hány darab? 300, akkor ők jobban, nagyobb gyűjtők. Neked itt egyáltalán nincs zsolnai élményed, ahogy így ezt lapozgatjuk? Ezek mind új zsolnaik. Tehát ezeket most gyártották, van, amit 30 éve, 20 éve, 10 éve, attól tulipán, hogy azt 120 szóval éve gyártották. Szóval az igen. Fontos, ez nagyon, hogy abban a bizonyos aranykorban eső legyen. Persze, hát minden, na, de... ez retro, hát ez egy másolat. Látod, ez például egy szép tulipán. Melyik? Egyenlő. Ja, ez volt, tényleg, ez tessék, neked csak 10 van, itt a lehetőség. Hát igen, de vadi új. Akkor tessék, találtam egy tányért, ez a historikus zsolnai korszak. Ez historikus zsolnai, 605 ezer forint. Ezért ezzel már gondolkodnék, hogy mit tud ez a tányér, hogy ennyibe kerül. Hát ez ugye 2000 euró nagyjából, ez az ára készült a
1870-es években. Tipikus ilyen német a földi historizáló történelmi motivummal. Igen, tehát ez egy ez hiteles, már valami, ez egy hiteles zsolnai tárgy, persze. Az eBay-en lehet venni hiteles zsolnai? Abszolút lehet venni, ez sőt nagyon-nagyon-nagyon kivételesen korabeli szép zsolna is fölbukkan, de hát fehér holló. Hogy többet megtudjak, Pécsre megyek az egykori zsolnai gyár területére. Csenkei Éva művészettörténész, nagy tudású zsolnai szakértő. Ennek az aranykornak, amelyik egyben az egész ország fejlődésének, ipari, társadalmi, gazdasági fejlődés, az egész régió fejlődésének, mind-mind ez az időszak, ez a gyár valóban a csúcs teljesítményét hozta. Zsolnai Vilmos olyan technikai kísérletezésekbe kezdett, anyagvizsgálatokba, olyan laboratóriumot állított fel, amellyel olyan technikákat alkalmazott, amelyet csak a vezető angol vagy a szevri állami intézményben kísérleteztek. Vilmos kereste és támogatta az újításokat, így az ő gyárában alkalmazták először az eozint, ezt a különleges, zöldes aranyos színben játszó mázat. A legtöbben erről ismerik a zsolnai tárgyakat. A finom kerámiaipar minden ágában tevékenykedett. Tehát, hogy értsük úgy, hogy otthoni használati tárgyak, de építészeti kérdésekben az alapcső gyártástól kezdve, az akkor kiépülő elektromos hálózatnak a szigetelőit, a postának a kis porcelán csigáit épp úgy ő gyártotta, mint az asztalokra való fantasztikus készleteket. Igen, ez a rengeteg rózsaszín tárgy is mind zsolnai, bár elsőre talán kevesen fogadnának erre. Ő pedig Winkler Barnabás, építész, akadémikus, a rózsaszín zsolnaik megszállottja. Amire más gyűjtők fanyalogva néznek, azokból ő több mint 1500 darabot gyűjtött össze. Ez mindig kérdés, hogy miért van ennyi rózsaszín, mert ezekre volt igény, mert ezeket szerették az emberek. És belül például az, hogy milyen belül, a színe, hát az ennek, mit jelent? Ennek kétféle nagy típusa van, az egyik, amelyikben zsírt tartottak, a másik, amelyikben lekvárt. Hát mondjuk és ezek átvettek, az egész biztos. Ezeknek még olyan a szerkezetük, hogy nem porcelán. Ez egy fajansz áru, és a fajansz az képes beszívni ezeket az anyagokat, a porcelán már képtelen. De ez, mivel nem porcelán, beszívja a benne lévő anyagot. Ezek a zsolnaik valójában hétköznapi használati tárgyak voltak. Egy-egy darab sosem képviselt jelentős értéket. A gyár számára mégis a biztos anyagi hátteret jelentette az ezekből legyártott több tízezer tányér, csupor és csésze. Azáltal, hogy ez az egész össze van gyűjtve, tehát hogy egy korszak, egy ilyen híres üzemnek a kezdeti korszaka össze van gyűjtve, az nem annyit ér, mint az egyes daraboknak az összeadott értéke, hanem az egy óriási érték, ennek a sokszorosa. A zsolnai üzeme ontotta magából ezeket a használati tárgyakat, ez jelentette ugyanis a biztos anyagi alapot. Az igazán nagy elismerést viszont a művészi kerámiákkal érték el. Bár a fejlődést Vilmos indította el, nem egyedül vitte véghez. Van egy fia, aki kereskedelmi zseni, Miklós, aki ezt az egész történetet lábra állítja. Tehát összegyűjti a híres kerámikusokat, a formaművészeket, tökéletesíti az eozin technikát, megtalálja a megfelelő brandépítést. Megrendelőket. A megrendelőket kiviszi, és megfelelően installálja a világkiállításokon az árut. Tehát ezt a kiteljesedést valóban ő hozza létre. Ha fölülről nézzük ezt a területet, ez egy kehely. Ugye a Szent Grál, vagy az oltári szentségnek a tartója fölülről. Nézve, ott van a talpa a bejáratnál, és itt a kehely, meg ahova megyünk. Így van, és középen a kör alakú, maga a mauzóleum, az pedig az oltári szentséget szimbolizálja. A zsolnaiak temetkezési helyén, Pécsett a mauzóleumnál vagyunk. Fentről nézve a tájat, valóban látjuk ezeket a formákat. Ha rejtett és titkos utalásokat keresünk, akkor is jó helyen járunk.
P. Horváth Tamás író. Trilógiát írt a Zsolnai családról. Írásában hangsúlyos, hogy a hírek szerint Zsolnai Miklós szabadkőműves volt. Tehát itt bejön a fény. Igen, az ablakon. Megvilágítja az eozén Krisztus szobrot, amiről le megy a szarkofágra, és az nappali fénybe borítja a temetkezési helyet, az alaksort, mint egy a halálon való győzelemnek a szimbólumaként. Ez egy hatalmas, több ezer ember foglalkoztató cég volt, és ugye itt az Isten háta mögött Pécsen, a monarchia eldugott zugába. Ez nem lehetett volna a szabadkőművesség nélkül. És ez mit segített? Tehát ők mit segítettek egymásnak? Az a helyzet, hogy ezekben a páholyokban totális demokrácia uralkodik. Egy nagyherceg lehet mondjuk inas, és egy kereskedő lehet a főmester. Hát nyilván, hogy réped följebb ebben a szinten, ebben a hierarchiában. És utána az úgynevezett vakolásokon, a vacsorákon meg lehetett beszélni az üzletet is. Tehát ez volt nagyjából a kornak a Facebookja vagy internetje. És van még egy nagyon érdekes dolog ebbe a házban, ugye csak Isten lehet tökéletes. Ez majdnem tökéletes, de hogy ne legyen, hogy ne legyen az, ezért egy érdekes dolgot csináltak a mesterek, megmutatom. De mi? Az egyik csempét megfordították, hogy ne legyen színben. Lehet keresgélni. Ez egy jó játék, ez hány csempe lehet? Ez rengeteg. Jó, irányíts, hogy valamerre. Hát akkor menjünk balra. Ez egy nap, mire ezt megtalálom. És valahol itt, erre keressen? Igen, az oltártól balra van ez a... Hát ez reménytelen, ez a kakukktojás játék. Igen, igen, hogy ne legyen tökéletes. Tehát a körben valami nem úgy van? Úgy. Tehát jó, segíts. A Matrix, hiba van a Matrixban. Egy, na? Kettő, három. Most nézem, hogy merre az ötödik lentről, az ötödik sor. Egy, kettő, három, négy, öt. Ott van. Ez az épület rejti a legnagyobb zsolnai dísztárgy kollekciót. Bár ma már Pécs városa a tulajdonos, eredetileg az Amerikában élő Gyugyi László gyűjteménye volt ez, aki a mai napig keresi az újabb és újabb darabokat. Komor István a kiállítás állandó szakmai vezetője. Itt sétálunk a gyár ikonikus darabjai között, ezek mind az aranykorban készültek, a manufaktúra ekkor volt a csúcson. A gyár nemzetközi hatását jól mutatja ez a két tárgy például. Ez egy nagyon érdekes páros. Az egyik tárgy a Zsolnai gyárban készült, a másik pedig Amerikában egy Owen China Company nevű cég termékeként. Ez 1902-ben készült, ez pedig 1906-ban. Tehát 4 évvel választja őket. Igen. Ez a tárgy 1902-ben Torinóban ki volt állítva, tehát ezt láthatták, és hát bizony a lelkes amerikai tervezőművész, aki feltehetően Európából érkezett Amerikába, hát megörökítette a saját tárgyában is azt, amit 1902-ben Torinóban látott. Tehát, láthatóan emlékezetből, vagy szóval, hogy átdolgozva egy kicsit, mert nem ugyanolyan. Hát igen. De hát azért ez egy nagyon kemény koppintás, legalábbis az én véleményem szerint. Egyébként a sztori is nagyon izgalmas. Gyugyi László ezt a tárgyat egy New York-i galériában látta messziről, nyilván úgy nézett ki, mint egy zsolnai tárgy. Meg is vásárolta, annak ellenére, hogy kiderült már ott, hogy ez nem zsolnai. Uh-huh. De ugyanakkor ugye László nagyon alapos, tudta, hogy erről a tárgyról van egy publikáció egy német iparművészeti magazinban, egy korabeli fotó, és tudta, hogy ez a tárgy létezik. És körülbelül 20-22 éves vadászat után Meglett az eredeti. De megvette ezt is, meg az eredetit is. Egyébként van különbség? Tehát az, hogy mondjuk ez eredeti zsolnai, ő meg nem, akkor ez most többet ér az egyik, mint a másik, vagy a minőség az ugyanolyan, tehát nincs hát nagy nagyon hasonló. Mondjuk én nekem a minőség, nyilván egy kicsit elfogult vagyok, de azért ez egy szebb tárgy. Tehát jóval élénkebbek a színei, kecsesebb a dekorja, maga a formája is jóval kecsesebb. Tehát számomra ez egy sokkal szebb tárgy, de nyilván egy amerikai számára pedig az Owen China Company jelent egy márkát, egy magyar ember számára pedig a zsolnai. Úgyhogy én még azt is megkockáztatom, hogy annak ellenére, hogy ez egy régi szebb tárgy, Amerikában ezért lehet, hogy többet adnának.
Szemben a használati tárgyakkal a zsolnai dísztárgyak kis darabszámban készültek, sőt, néha csak egy-egy prototípus készült el. A gyűjtők ezekre a különlegességekre utaznak leginkább. Fantasztikus darab, tényleg ilyen sejtelmes. Az eozin szépen megjelenik a felületen, ez az irizáló fémes hatás. És hát maga a figura is egészen gyönyörű. És ő honnan van? Erre a tájra László kb. 40 éven keresztül vadászott. Most visszatérek Törő Istvánhoz Budapestre, mert úgy tudom, neki is van egy ehhez kísértetiesen hasonló zsolnaija. Ezt elmagyarázhatnád, mert Pécsett is láttuk. Rózsaillat, vagy mi a? Rózsaillat, igen. Rózsaillat. Hogy akkor mi van Pécsett, és mi van nálad? Hát a kerámia az mindig széria termék. Tehát a kerámiából nem egy készül, mint egy festményből, hasonló a szoborhoz, az üvegplasztikákhoz, valamennyi készül belőle, az értékét az is meghatározza egyébként, hogy mennyi. Tehát idáig én voltam Magyarországon büszke tulajdonos a rózsaillatnak, ami egyébként a szimbolikus tárgya a zsolnai övnek, a leghíresebb, a legkiemeltebb, tehát ami reprezentálja a zsolnait. És hát Gyugyi Lászlónak volt olyan szerencséje, hogy 2 évvel ezelőtt egy párizsi gyűjtőnél megtalálta azt a bizonyos darabot. Ami... És akkor te mit éreztél? Hát irigykedtem. Sajnáltam, hogy nem én találtam meg. Megvetted volna azt Azonnal is? Megvettem volna, az teljesen más, mint az én 2 tárgyam. Ezek a tárgyak a zsolnai szecessziós időszakából valók, azonban az aranykor első felében még az úgynevezett historizáló motívumok voltak jellemzőek. Ő Szabó András üzletember, ennek a gyűjteménynek a tulajdonosa. Míg Törő István csak a szecessziós darabokat gyűjti, Andrást szinte kizárólag a historikus darabok hozzák lázba. Én azt gondolom, hogy a historizáló időszak az a zsolnai gyárnak az az időszaka, amikor az összes tudása itt alakult ki, itt alapozódott meg. Hát ugye itt, amit láttunk, ez tulajdonképpen a zsolnai család, vagy a családhoz kötődő tervezőknek a munkája, meg természetesen ugyanebben az időszakban mondjuk a kiemelkedik Klein Ármin, aki egy fantasztikus tervező volt, ugye itt lehet látni a fő darabjait. Mi az, amit mindenképp meg akar venni? Tehát a szín, a forma, nem tudom, van olyan, amit pontosan tudja, hogy meglát, és az tetszik? Hát nekem itt mindegyik tetszik. Szóval, van, ami jobban tetszik, van, ami kevésbé tetszik, de én mindegyikkel együtt élek. Akkor mondjon olyat, aminek különös története van a megszerzés szempontjából. Itt van például a nagy váza. A nagy váza. Ugye? Ez 1,90. 1,90. Igen, olyan magas. Ez 1,90 magas, tehát ez az egyik darab, akkor van egy középső darab és az alsó darab. Aha. Na most képzelj el ezt a darabot legyártani, hogy ez nem roppan össze, mikor égeti. Úgy tűnik, hogy ebből 2 darab készült, és a Gellért szálló megnyitásánál az előcsarnokban volt ez a 2 darab fölállítva. Gyakorlatilag ez egy küzdelem mellett az enyém, mert azt egy liciten szereztem meg, azt meg akartam venni. Honnan indult a liciten? Hát, ha jól emlékszem, olyan 3,5 millió forint. Ne, és onnan? 6-szorozódott, igen. Tehát 3 millióból lett 20. Igen. Közel 20 millió forint lett, így van. És akkor ezeket használta, amikor itt lakott? Az hát, 5-ös számú teás csészét? Igen, ezeket is használtam. Ugye ez egy 12 személyes készlet. Aha. És ezt a készletet én a első feleségem szüleitnek a hagyatékából vásároltam meg, akiktől én nagyon sokat tanultam. Tulajdonképpen a zsolnai gyűjtés onnan indult, hogy az ő dísztárgyaikat megismerve megszerettem a zsolnait, és én is szerettem volna, hogy nekem is legyen. És akkor, amikor elkezdtem dolgozni, akkor elkezdtem vásárolni. Amikor módon volt rá, vagy megtakarítottam egy kis pénzt, akkor elkezdtem vásárolni. És ebből alakult ki aztán később egy gyűjtemény. De ennek biztos vannak fázisai. Tehát amikor az ember elkezdi, igen, akkor még lehet, hogy ezt a hangulatot keresi. Aztán lesz egy csomó zsolnaija,
akkor biztos a szépséget, aztán magát a szerzést. Nem tudom, lehet, hogy nem jó kapázisok. Mindegyik igaz. Minden egyes zsolnai darab megszerzése egy kihívás. Egyrészt azért, hogy megtetszik a darab, és ezt szeretném megvenni, küzdök érte. Küzdök érte azért, mert ugye pénzt megtakarítok, vagy pénzt szerzek hozzá. Küzdök érte azért, hogy nekem adják el, mondjuk egy árverés, aztán igazán nagy küzdelem. Tehát ez egy kihívás. Minden egyes darab egy sztori, ahogy az ember megszerzi. És harmadik tétel, zsolnai virágtartó edény elefántfejekkel, 3 millió 600 ezer. Ez tehát az első kihívás egy gyűjtőnek. Sikeresen licitálni a kiszemelt darabra. Törő István nem csak gyűjtő, hanem ő az egyik legnagyobb aukciós ház tulajdonosa is. Az aukció előtt pedig megmutatta nekem az árverés egyik legizgalmasabb darabját. De ő egy kaspó, igaz? Ő egy ikon. Ő a zsolnai gyűjtő kálma. Tényleg? Persze, ez az egyik leghíresebb zsolnai tárgy. Nem véletlenül, mert maga a tökéletesség. 3 millió 8 először, 3 millió 8 másodszor, 4 millió a teremben. 4 millió először, 4 millió másodszor, Anita, mondom, 4-2 a zsófinál, 4-4 lenne nálad, Anita. Hogy ma mennyi van belőle, ez lenne a jogos kérdése. Hát ezt persze nem tudjuk, de azt láthatjuk, hogy a piacon milyen gyakorisággal bukkan föl egy ilyen tárgy. Ez nagyjából ilyen 3-4 évenként kerül elő valahol. És valahonnan akkor... egy elefánt, tehát... Ha azt mondanám, hogy ilyen 20 és 30 közt lehet körülbelül a világon, akkor szerintem hát nem kevés. Satszolok rosszul. Neked hát van? Azért persze, igen. Hát ott álltál előtte, igen. Te vagy az egyik, igen. És 5 millió itt elő. 5 millió először, 5 millió másodszor, 5-5 a teremben, 5 millió 500 ezer először. Elmondod, hogy eddig mi a rekordja? Hát én szerintem az a mi tavaly előtti zsolnai aukciónk, akkor 11 millió forint érkelt el. És 7-5. 7 millió 500 ezer a teremben, leghátul 7 millió 500 ezer először, 8 millió a telefonnál. 8 millió először, 8 millió másodszor, senki többet. 8 millió forintnél, telefonnál a lici, harmadszor. Zsolnai Vilmos az 1860-as években gyakorlatilag a csődtől mentette meg a családi vállalkozást, aztán nagyon sokat tanult és számtalan újítást vezetett be, és ezzel megalapította a zsolnai márkát. Ez a márka azonban tönkre is mehetett volna, mert az utódai már nem bizonyítottak ugyanakkor a tehetséget, sőt a gyárat államosították is, de mégsem ez történt, hanem Zsolnai Vilmos öröksége ma is nagy érték. Azt azonban szerintem még ő sem gondolta volna, hogy a halála után 120 évvel az általa alapított gyár, sokszor még az ő idejében gyártott vázái vagy tálai sok embernek minden pénzt megérnek.